A lakberendezési rovat támogatója az OTP lakástakarék, szebb otthon, jobb élet. Kész van, amire mindenki várt, elkészült a jövő otthona, ugye eddig csak megelőlegeztük azokat a dolgokat, amik itt most már készen láthatók. Mivel kezdenétek? Annyi minden van, hogy én inkább meg se kockáztatom, hogy kiemeljek valamit. Ez a nappali, ahol éppen állunk, itt található a központi vezérlőegység, amiről az egész házban lehet irányítani a világítást, a fűtést, vagy akár a függönyt. Juditnál van egy tablet, erről is lehet irányítani. Amit én most demonstrálok. De akár a saját telefonotokról is lehet ezt irányítani. Tehát most itt látszik, hogy a zsalúziát emeled föl. Így van, és a függönyt húzom szét, bármilyen állásban meg tudom állítani, illetve ismét működésbe hoz. Igen, zsalúzia le, függöny össze. Ez így is hasznos, de leghasznosabb akkor, ha mondjuk elmentél otthonról, és elfelejtetted, hogy... Így van, mondjuk nagyon meleg nyári nap van, és én elfelejtettem besötétíteni, és akkor akár az autóból, ugye erről már sokszor beszéltünk múltkor is, hogy ha valamit elfelejtettem, akkor az autóban is meg tudom oldani ezt a problémát. Menjünk akkor beljebb, mert van egy csomó érdekes dolog itt is. Például a fal az engem nagyon inspirál, már amikor megláttam. Mi ez pontosan? Egy nagyon speciális festési technikával készült ez a látványos fal, ami nagyon nagy sikert aratott a látogatók körében. Egy struktúrgled került fel először a falra, utána egy alapszín, és a többi színt csurgattuk bele az alapszínbe, és ez adta meg ennek a különös struktúráját ennek a látványfalnak. Újra divat, hogy a színeket behozzuk a lakásba, és ez a kanapé a színeivel nagyon harmonizál ebben a struktúrált fallal, ez így lett kitalálva. Beszélj még egy picit a lámpákról, a formájuk is érdekes, illetve nyilván ezek már ledégőkkel szerezett. Igen, energiatakarékos lámpák, és azon kívül design ötletekkel kivitelezett lámpa, ami szintén ehhez a térhez nagyon illik. A hatalmas nagytáblás kőpadlóról már a tervezés során is beszéltünk, az elkészült jövő otthonában egy letisztult egységet nagyvonalú felszínt ad. Maga az alapstruktúra, a burkolat, illetve a falak, azok semleges színűek, fehérek, szürkék. Majdnem és loftos dizájn. Így van, és ezt egészítettük ki a színekkel. Ugye ebben a naturális környezetben sokkal jobban érvényesülnek a színek. Nem tehetjük meg, hogy nem foglalkozunk a fürdőszobával. Nekem az egyik személyes kedvenc, ami körbejártam előzőleg az egész házat. Elmondom én, hogy én mit látok, és aztán kiavítatok, jó? Tehát letisztultság, vagy helyeseltek, letisztultság, minimál design, a szögletes formák viszonylagos kizárása, és semmi túlzás, és elegancia. Ez így igaz. Ebben nem tudunk belekötni. De egy kicsit kibonthatjátok. Kiegészíteni. Ugye itt a színválasztás azért megint szerepet játszott. Ugye ennek a mosdónak nagyon különleges taup színe van, ami azért nem egy szokványos egy mosdószekrénynél, illetve amit mögé választottunk tapétát, ugye nagyon jól kiegészíti ezt a szint és kiemeli. Ez egy egyszerű tapéta. Hát ez így van, ez egy nagyon, nagyon speciális tapéta. Textiles. Így van, textil hatású tapéta, ami egyébként több helyen is megjelenik az interjőben, majd mutatunk más helyen is ilyen speciális textil hatású tapétákat. A tükör megvilágítása egészen különleges, a tükrön lehet ki is bekapcsolni. Ami még jövőben mutató, hogy a tükör saját magát párátlanítja. Ahol most vagyunk, ez is a fürdőszoba része. Itt megemlíteném a csempét, ami egy mozaik burkolat, ilyen picike kis kövekkel. Glamúros, ezt ne hagyjuk ki, mert hallottam tőletek, ugye? Igen, ettől ez egy kicsit egy glamúros hatású. Nem, minimálba belecsempésztünk egy kis glamurt, illetve ami még érdekessége a fürdőszobának, ami egy eléggé új technikai megoldás, a perem nélküli WC, ami hogyha belenyúlunk, gyakorlatilag nincsen semmi pereme a WC-nek, tehát ez a tisztíthatóság szempontjából nagy, ugye, nagyon nagy előny,
illetve maga a kerámia is egy nagyon speciális bevonatot tartalmaz, ami szintén a könnyen tisztíthatóságot segíti elő. Különleges a fali üveg infrafűtőpanel is, ami még több mint egy méter távolságra állva is érezteti a melegét. Beszélhetnénk az ágyról is hosszasan, mert nem minden napi darab, a chiller szint úgy, mert hogy a hálószobában vagyunk. Mégis a tapétával fogom kezdeni, és azzal az egészen fura szerkezettel, ami egy hangszóró a falon. Igen. Már az előbb beszéltünk ugye a fürdőnél a textilhatású tapétáról, hát ha lehet, akkor ez, azt gondolom, hogy még inkább ezt szimbolizálja, mint hogyha egy nagyon puha textil fognánk. És magán a falon pedig egy fantasztikusan érdekes formájú és nagyon jó technikai megoldásokkal rendelkező hangszórót látunk, aminek egyébként a kezelése borzasztó egyszerű. Az ott hátul lehet bekapcsolni. Hátul lehet, igen, felkapcsolni, illetve lehalkítani egy kézmozdulattal. Feltételezem, hogy az ágyból is lehet távirányító, mert az lenne a lényege. Így van, az ágyból is lehet. Már ez diszkó innentől. Az igazi jövő, az most következik. Egy virtuális valóságba fogok én mindjárt belépni, mert hogy ugye itt azért van egy nagy tömeg, de hogyha én most ezt fölveszem, akkor be tudom járni a házat úgy, mint hogyha egy park közepén, vagy a kert közepén indulnék. Ugye? Akkor föl is veszem. Ezek a látványtervek alapján készültek, és hogyha ezt felveszed, ez tényleg az igazi jövő, de erről majd te fogsz meggyőződni. Aha. Én megmondom, mit látok most. A parkot, itt látom a járdát, és visszafordulok. Itt voltunk bent az előbb, itt álltunk bent. Aha. Nappali. Zseniális. Hát most annyit hagyd mondjuk a nézőknek, hogy a Szilágyi Szilvia szerkesztő, nagyon köszönöm, hogy ide elhoztál. Atya ég. A jövő otthona elnyerte az Otthon Design 2017 külön díját. A lakberendezési rovat támogatója az OTP lakástakarék, szebb otthon, jobb élet.